Kedves negyedikesek! Üdvözöllek benneteket a mai matematika óránkon, folytatjuk tovább a többjegyű kerekszámok szorzását kétjegyűvel, és a sebesség és a mozgás idejének összefüggését is tovább vizsgáljuk. Nézzük, mi volt a házi feladat, a 371. példában mi volt a helyes megoldás, és a 372. feladatban. A példának az eredménye 732.063, remélem sorba végeztétek el a műveleteket, és a feladatban 140 km lesznek egymástól 2 óra múlva. Remélem sikerült. Írd be a mai dátumot, röviden írd be a témát, példák és feladatok megoldása, hisz gyakorolni fogunk, és most kezdjük egy kis szóbeli számolással. 60 × 5, hát az 300. 24-nek a fele, 12. 39 és 13 hányadosa, 3. 200 és 40 hányadosa, 5. 13 és 4 szorzata, 52. Most írjátok be a következő osztásokat, és ha kiszámítottátok, ellenőrizzétek szorzással. Megmutatom. Tehát minden műveletet ellenőrizzetek szorzással. Az utolsó kettőt teljesen önállóan. Ügyesek lesztek, tudom. A következő példában a műveletek sorrendjére kell figyelnetek. Nagyon ügyesek vagytok. Ez egyszerű volt. Most nézzétek meg ezt a két egyenlőtlenséget, és add meg az x 3 olyan értékét, amennél teljesülnek az alábbi egyenlőtlenségek. Az elsőt megmutatom. Tehát a 9-nél teljesül, mert 144 kisebb, mint 192. Ha 10 az x értéke, teljesül, mert a 160 is kisebb, mint a 192. A 11-nél teljesül, mert 176 is kisebb, mint a 192. Tehát 12-nél nem teljesül, mert az pont 192, nekem pedig kisebb kell. Tehát az x értékénél 3-at megadtam, a 9, a 10 és a 11-nél teljesül. Most a másik egyenlőtlenségnél ti is írjátok fel önállóan, melyik az a 3 szám, amelyiknél teljesül a megoldás. Ügyesek legyetek. Most írjátok fel a következő példákat, vagy számokat, összegeket, és adjátok meg ezeknek az összegeknek a negyedét. Emlékeztek rá, mit jelent valaminek a negyedét kiszámítani, el kell osztani 4-gyel. Ha elkészültél, ellenőrizzük. Ilyen egyszerű bizony. Most pedig egy érdekes kis puzzle-ra hívlak benneteket. Az írásbeli szorzást kell gyakorolnotok vele. Írjátok be a füzetbe ezeket a szorzásokat, 12 szorzásról van szó, és megtaláljátok a helyes megoldást itt a kép jobb alsó sarkában az eredményeket. Ha jól számoltok, akkor a puzzle darabok a helyükre kerülnek. Nos, készen vagytok? Nézzük akkor az ellenőrzést. A 37 és 56 szorzata 2072, a 28 és 41 szorzata
1148. A 23 és 18 szorzata 414. Az 55 és 34 szorzata 1870. A 86 és 33 szorzata 2838. A 32 és 13 szorzata 416. A 45 és 21 szorzata 945. A 67 és 56 szorzata 3752. 52 és 16 szorzata 832. 95 és 76 szorzata 7220. 19 és 51 szorzata 969. 72 és 84 szorzata 6048. És látjátok, anyuszi már elkésett, a hímes tojást már nem lehet kifesteni, mert ki kell belőle a kis csibe. Nagyon ügyesek vagytok. És menjünk tovább, egy érdekes feladatot hoztam nektek, ami az űrlapon is rajta volt korábban. Beszéljük most meg ezt. 7 ember 3 kenyeret vett. A gyerekek egy negyedet, a nők egy felet, a férfiak egy egészet kaptak. Hány gyermek nő és férfi volt? Ugye nagyon egyszerű a dolog. A férfiak egy egészet kaptak, tehát egy férfi volt. A nők egy fél kenyeret kaptak, vagyis két nő lehetett, mert a ketté osztották a kenyeret. És a gyerekek pedig egy negyedet kaptak, egy negyed részt, vagyis akkor a harmadik kenyeret négy felé vágták, és minden gyerek kapott egy negyedet, vagyis négy gyerek volt. Nagyszerű. Ez nagyon egyszerű. És most nézzünk egy feladatot a sebesség kiszámítására. A gyalogos 4 km óránkénti sebességgel haladt, és 3 óra múlva ért el az úti célját. Milyen sebességgel kell haladnia a visszaúton, ha 2 óra alatt akarja megtenni ezt a távot? A táblázat talán segít. 4 km óránkénti a sebessége. 3 órát volt úton. Az út az ugye egyenlő. Visszafelé 2 órát alatt akarja megtenni. Mennyi lesz akkor a sebessége? Mit tanultunk már az előző órán? Mit gondoltok? A sebessége növekedni vagy csökkenni fog, ha az ideje csökkenni fog? Mert ugye 2 óra alatt akarja megtenni. Gondolkozzatok, és emlékezzetek vissza, milyen következtetést vontunk már le. Bizony, a sebessége növekedni fog, hisz 13 km az út, amit meg kell tennie, és ezt ő 2 óra alatt akarja megtenni, vagyis 6 km óránkénti sebességgel kell haladnia a visszaúton, hogy ez sikerüljön neki. Nagyon ügyesek vagytok. Állandó sebességgel futsz a testnevelés órán, 3-szor több kört mennyi idő alatt teszel meg? Hát nyilván 3-szor több idő alatt. Ha a sebesség állandó, akkor az út és az idő között egyenes arányosság van, vagyis a hányadosuk állandó marad, V egyenlő S osztva T-vel. A vonat 70 km óránkénti sebességgel haladt. Az állomásig 3 órát volt úton. A hátralevő utat ugyanilyen sebességgel 2 óra alatt tette meg. Mekkora utat tett meg a vonat? Na, gondolkozzatok. Remélem ez a táblázat segít. Írd be a megoldást a füzetedbe, és ha elkészültél, ellenőrizzük. Nos, bizony, 350 km tett meg a vonat. A maratoni futóversenyen, ha te 2-szer nagyobb sebességgel futsz, mint a társad, akkor mennyi idő szükséges az út megtételéhez? Ha az út állandó, akkor azt tanultuk, hogy a sebesség és az idő között fordított arányosság van. Vagyis fele akkora idő, mint a társadnak. Megdicsérlek benneteket, remélem ezt már megjegyeztétek és értitek. Nézzünk még egy feladatot.
Az első kerékpáros 36 kilométert tett meg 12 kilométer óránkénti sebességgel. Hány kilométert tesz meg ugyanennyi idő alatt a második kerékpáros, ha a sebessége 2 kilométer órával nagyobb? A táblázat segít az értelmezésben. Írjátok be a megoldást, és ha kész vagytok, jöhet az ellenőrzés. Nos, nézzük. 42 kilométert tesz meg a második kerékpáros. Nagyszerű munka. Hogyan változott a kerékpáros sebessége, ha ugyanaz az utat fele idő alatt tette meg? A sebessége kétszeresére nőtt. Hogyan változott a kerékpáros által megtett út, ha ugyanazon sebességgel kétszer annyi ideig mozgott? A megtett út is kétszeres lett. Hogyan változott a kerékpáros mozgás ideje, ha ugyanazt az utat kétszer nagyobb sebességgel tette meg? Az idő a felére csökkent. Remélem megjegyeztétek most már. Hogyan változik a gyalogos mozgás ideje, ha ugyanazt az utat kétszer kevesebb sebességgel teszi meg? Az idő a duplájára növekszik. Tehát ha az út állandó, akkor a sebesség és az idő között fordított arányosság van. Mit gyakoroltunk a mai órán? A sebesség-időút összefüggését, példákat és feladatokat oldottunk meg, és megjegyeztük, hogy ha az út állandó, akkor a sebesség és az idő között fordított arányosság van. Nézzük, mi lesz a házi feladat. Ezt a négy osztást végezzel a füzetbe írásban, és ez alapján, a rövid rajz alapján, séma alapján old meg a feladatot, számítsd ki a másik jármű megtett útját, ha az 72 km-es óránkénti sebességgel halad. Míg az előző, ugye 68 km-es óránkénti sebességgel 408 km-t tesz meg. Ez a motoros. Az időt ez alapján meg tudjátok határozni, majd pedig a másik jármű, másik járműnek az idejét is, és a megtett útját. Ugyanaz alatt az idő alatt voltak úton. Remélem sikerülni fog a feladat megoldása, várom majd a következő órán. A következő órán egy kis rövid önállóval fogjuk folytatni. Remélem ügyesek lesztek, hisz már nagyon jól tudjátok a szorzásokat és a sebesség-időút kapcsolatát is. Értékeld magad, hogyan érezted, semmit nem értesz, vagy már érted, vagy pedig a csúcson vagyunk, és mindent értünk már belőle. Értékeljük magunkat, mennyire vagyunk ügyesek, mennyire vagyunk okosak, tehetségesek. Elmondhatom, hogy büszke vagyok rád, már csak azért is, hogy újra végignézted ezt a videót. Köszönöm a figyelmet, örülök, hogy ma is velem tartottatok.